Múlt héten még 8 lej volt az eper kilónkénti ára a piacon, ezen a héten már csak 4 lejbe kerül. A vásárlók többsége a hazai szatmári epret keresi, mert olcsóbb és ízletesebb, mint a külföldi. Ládaszámra érkezik a hazai eper a marosvásárhelyi piacokra. A nagy mennyiség levitte az árakat, beindult a szezon, sokan veszik mellek, várnak is a piros gyümölcsöt. A legtöbben a szatmári epret keresik. Az árusok és a vásárlók szerint a hazai epret az illatáról és a formájáról is fel lehet ismerni. Az epernek is több fajtája van, még hogy a szatmári is van különböző fajták. A lapján nagyon látszik, hogy melyik a román epres, melyik a külföldi. És maga a formájáról. Maga az, hogy nem egyformák, mint aki a külföldi szeroxon van lehúzva, hanem egy kisebb, egy nagyobb. Hazait szoktam venni. Most például eltevésre tettem, és azt néztem, hogy fényes, friss legyen. Íz után megyek, és a kül alakja, legyen fényes az eper, legyen kicsit zamatos és jó eperillata legyen. A nagyobb volumenű értékesítés még 2-3 hétig tart, de az árusok szerint ennél olcsóbb már nem lesz a gyümölcs, ezért nem érdemes sokáig halogatni az eltevést. A kedvezőtlen időjárás árthat az eper minőségének. A hétvégi eső és jég károkat okozott az eperföldeken. Azért lesz drága, mert a félfalú az, ahogy hallottam, már üzben van, úgyhogy nem lehet tudni, mi lesz azután. A marosvásárhelyi piacokon görögországi cseresznyét is lehet már vásárolni 18 és 20 lej közötti kilónkénti áron.